Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves néző és hallgató diákokat. A mai előadásunk témája az 1848-49-es magyar történelemnek lesz majd a tárgyalása. Ugye annak idején Tompa Mihály a költő írta azt, hogy 1848-49 a csodáknak esztendeje volt, és úgy vélem, hogy ezzel nem is tévedett nagyot, hiszen az újkori magyar történelem egyik legfontosabb mérföldköve volt 1848-49, kezdve egészen az 1848. március 15-i pesti eseményektől, egészen az 1848. szeptemberében kirobbant magyar önvédelmi háborún át, a magyar függetlenségi küzdelmet egészen 1849 késő nyaráig, a magyar szabadságharc katonai vereségig, amikor is két nagyhatalom, két európai nagyhatalom volt ahhoz elegendő, tehát jelesül a cári és a császári hadsereg, hogy a magyar honvéd hadsereget térdre kényszerítsék a szabadságküzdelemben. Tehát ezekről fogok Dióhéjban egy rövidebb előadást tartani, természetesen kitekintést adva, hogy milyen események zajlottak 1848. március 15-én, hogyan indult meg Magyarország, illetve a magyar nemzet polgári megszületése, tehát hogyan született meg a modern magyar polgári nemzet. Az idő kerekét, tehát 1848 elére kell visszapergetnünk. Ugye ekkor zajlik az utolsó rendi országgyűlés, az utolsó reformkori országgyűlés, amelyet 1847 őszén hívnak össze, és 1848 márciusában még ülésezik. De ekkor már forradalmi hullám söpör végig Európán. Nagyon jól lehet azt tudni, hogy Itáliától kezdve Franciaországon keresztül mindenütt forradalmi lázongások ütik fel a fejüket. Ugye hozzá kell azt tennünk, hogy nagyon nehéz mezőgazdasági esztendők után állott Európa, ami azt jelentette, hogy nagyon silány volt a termés, a termelés. Ebből adódóan az életszínvonal is igen nehézkesen alakult, és ebből adódóan törtek ki Nyugat-Európa térségében a különféle felkelések az akkor regnáló hatalmak ellenében. Ugye Magyarországon azt kell mondanunk, hogy a két síkon zajlottak a későbbi forradalmi események, ugye egyrészt Pozsonyban a diétán, tehát a pozsonyi országgyűlésen, ahol Kossuth Lajos, az ellenzék vezérszónoka 1848. március 3-án tartotta meg felirati beszédét, amelyben többek között minél előbb javasolta a reformok keresztülvitelét. Ellenkező esetben, hogyha nem hallgatunk az idők hívó szavára, előbb-utóbb revolúció fogja magát felütni Magyarországon. Másrészt pedig Pesten is zajlottak az események, hiszen az ellenzéki kör, illetve a későbbi márciusi ifjak, akik a Pillbox kávéházban gyűltek össze, például Kokály Petőfi Sándor, Vasvári Pál, vagy éppensége Jókai Morra kell gondolnunk, akik egy kicsit radikálisabban látták ezeket az eseményeket, és ők próbálták a maguk kezébe venni az események alakítását. Ők az eseményeket figyelemmel kísérték, tudták azt, hogy mi történt Párizsban, és valamikor 1848. március második felére, ugye a József napi vására időzítettek egy hatalmas négygyűlést, ahol elő akartak állni az ő követeléseikkel. Ezt megelőzően, ahogy már utaltam rá, volt Kossuthnak ez a híres felirati beszéde, amelyet aztán 1848. március 14-én az országgyűlés elfogadott Pozsonyban, és másnap március 15-én Kossuth gőzhajón vitte ezeket a felirati javaslatokat a császárvárosba, vagyis Bécsbe. De ekkor már március 13-án kitört a forradalom Bécsben, és ez azt lehet mondani, hogy eszkalálta az eseményeket. A márciusi ifja Pesten úgy döntöttek, hogy nem ülnek a babérjaikon, így ebből adódóan a József napi vására időzített megmozdulásokat előbbre hozták, jelesül 1848. március 15-ére. 1848. március 15-e egy nagyon csúnya, esős, inkább azt lehet mondani télies időjárást hozó nap volt. Ugye reggel a Pillbaxban gyűltek össze a forradalmi ifjak, Petőfi ekkor már megírta a nemzeti dalt, sőt megfogalmazták már a 12 pontot is, amely a legfontosabb követeléseiket tartalmazta, és ekkor veszik nyakukba a várost, ugye az akkori város központot, a Landerer és Heckenest nyomdát lefoglalják,
kinyomtatják ugye a sajtószabadság örve alatt a 12 pontot illetőleg a nemzeti dalt, és ezt követően fognak bele abba, hogy minél több ifja toborozzanak, ahhoz, hogy minél többen hallgassák meg az ő követeléseiket. Azonban, miután csúnya esős időjárás van, ráadásul deletüt az óra, hazamennek a máciusi ifjak ebédelni, azzal a fölkiáltással, hogy délután 3 órakor folytatjuk majd a Nemzeti Múzeum előtt a népgyűlésünket, amely délután 3-kor meg is történik, azonban a közhiedelemmel ellentétben a nemzeti dalt, azt Petőfi Sándor sosem szabolta el a Nemzeti Múzeumnak a talapzatán állva. Ő ott volt ezen a gyűlésen, sőt több más helyen is elmondta, többek között az orvostalhallgatóknál, illetve a mérnökhallgatóknál is elszavolt a nemzeti dalt. Ezt követően fölkeresik a városházát, majd fölmennek a helytartó tanácshoz, kiszabadítják Táncsics Mihályt, mint politikai státuszfoglyot, és azt lehet mondani, hogy ezen a napon voltak éppen vértelenül győz a forradalom Pesten és Budán. A császári királyi adminisztráció, illetőleg a helytartó tanács nem akar újat húzni a máciusi ifjakkal, ebből adódóan vér nélkül zajlik le a forradalmi esemény Pest-Budán, illetőleg már akkor, hogy már utaltam rá, március 13-án Bécsben kitört a forradalom, Metternichet elcsapták, és nem akarták, hogy véres lázongás törjön ki Pest-Buda térségében, ezért a helytartó tanácsa, hogy Petőfi is írt a napójában, sápat vala is reszketni méltóztatott, tehát átengedte a máciusi ifjaknak a követeléseit. Ugye ezek nagyon fontos követelések voltak, amelyek később az 1848. április 11-én a jóságos 5. Ferdinánd által szentesített áprilisi törvényekben is megjelentek. Többek között ugye kívánták a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését, az úrbéri viszonyoknak a megszüntetését, a jobbágy felszabadítást, követelték a nemzeti őrseregnek a megalakítását, követelték azt is, hogy a császári királyi hadsereg kötelékében szolgáltat teljesítő magyar kiegészítésű sorgyalogezredeket és huszárezredeket hozzák haza a külhoni garnizonokból, illetőleg a nálunk lévő idegenajkú katonaságot pedig vigyék el a magyar királyság területéről. Követelték a népképviseleti országgyűlésnek az összehívását, de emellett persze nagyon fontos dolog volt az, hogy felelős minisztériumot követeltek Pest-Budán, a Magyar Nemzeti Banknak a felállítását, és még sorolhatnánk tovább. Azt lehet mondani, hogy a Bécs kénytelen kelet meghajolta nem csak a máciusi ifjak, hanem Kossuth, illetve a pozsonyi diét a követelései előtt is, hiszen ekkor már Itáliában is forradalmi események zajlanak. Azt lehet mondani, hogy eresztékeiben recseg ropog a Habsburg birodalom, és nem akarják azt, hogy belső háborúskodás törjön ki Magyarország területén. Miután a 1848. március 17-én a Nádor, József Nádornak a fia István Nádor, akit a magyar köznyelv csak Palatinus Pistaként emlegetett, egy nagyon jelentős huszárvágást hajtott végre, ugyanis sikeresen tudott tárgyalni 5. Ferdinánddal, a jóságos 5. Ferdinánddal, aki mindig arra hallgatott, aki utoljára volt bent nála audiencián, keresztül vitte azt, hogy kinevezze gróf Batthyány Lajost, a nemesi ellenzék egyik jeles képviselőjét, az első felelős magyar kormánynak az élére, tehát így ő lesz az első felelős magyar miniszterelnök. Ez egy olyan bűn volt a bécsi udvar, a bécsi kamarilla szemében, amit a későbbiekben nem bocsátottak meg, és amikor 1848. szeptemberének végén István Nádor Bécsbe utazik és leköszön nádori posztjáról, gyakorlatilag a Habsburg család belső számizetésbe kényszeríti ezt a jobb sorsa érdemes Habsburg főherceget. Ugye már utaltam rá, maga a máciusi forradalom tehát vértelenül győzött, és föláll az első felelős magyar kormány, hogy kik álltak ebben a kormányban, érdemes az ő neveiket is megemlíteni. Itt van Szemere Bertalan, aki belügyminiszter volt, Deák Ferenc vitte az igazságügyi tárcát, Mészáros Lázár huszárezredes lett a hadügyminisztériumnak a vezetője, Kossuth Lajos kapta meg a pénzügyi tárcát, gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, a közlekedésügyi minisztériumi tárcát kapta meg, Ötvös József Báró a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnak az élére került, Klauzál Gábor földművelésügyi, ipari és kereskedelmi miniszter lett, még Eszterházy Pál herceg pedig a külügyi tárcát kapta meg. Hogyha a kormánynak az összetételét vizsgáljuk meg, akkor nagyon jól látjuk azt, hogy 4 főnemesből és 5 köznemesből állt az első felelős magyar kormányzat.
és igen széles politikai skálát öleltek föl, hiszen ha jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk azt, hogy Kossuth és Szemere a baloldali liberálisokat képviselte, Deák és Klauzál a mérsékelt liberálisokat, még Báró Ötvös József a centralistákat, a konzervatívokat pedig Esterházy Pál herceg képviselte. A párton kívülieknek a soraiból tartozott többek között a legnagyobb magyar, tehát gróf Széchenyi István és Mészáros Lázár huszárezredes. De 1848. április 11-én 32 törvénycikket szentesít 5. Ferdinánd, ez gyakorlatilag a Magyar Királyságot alkotmányos monarchiává alakítja át, ahogy már utaltam rá, nagyon sok fontos dolog történik, a jobbágy felszabadítás, az úrbériség eltörlése, a törvény előtt egyenlőség, a közteherviselés, a bírói képviseletetnek a megoldása, az unió Erdéllyel, ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, és megindul a magyarság a polgári nemzetté válásnak az útján. Tehát az egyik legfontosabb momentuma és eredménye 1848 márciusának és áprilisának. De más nagyon fontos törvényeket is meghoznak ekkor, például Magyar Egyetemet kell felállítani, hitelintézet felállításáról is döntenek, a színházak felállításáról is döntenek, és többek között a 21. törvénycikk rendelkezett a nemzeti színekről és az ország címréről, tehát a piros, fehér, zöld nemzeti trikolor ekkortól válik hivatalosan használhatóvá. Nagyon fontos jelentőséggel bírt az 1848. évi 22-es törvénycikk, amely voltaképpen a nemzeti őrségnek a felállításáról intézkedett. Ez végül is az 1848 előtti időszaknak az egyik nagyon fontos vívmánya volt. Ugye a nagy francia forradalomban alakult a polgárőrségek, illetőleg nemzetőrség, és ezt ültették át magyar mintára. Tehát létrejött a nemzetőrség, azonban Bécs nem akarta annyiban hagyni a magyar alkotmányosságnak a kiteljesedését, és igyekezett az általa biztosított reformokat lépésről lépésre visszavonni. Ezt a célt szolgálta az, hogy a Magyarországon lévő nemzetiségeket sorra föllázította a magyarság ellen. Itt utalnunk kell arra, hogy délvidéken a rácokat, a horvátokat, Erdélyben az oláhokat, a felvidéken pedig a tótokat is mind ellenünk lázították, de különféle üveggyöngyöket ígértek nekik, azért cserébe, hogy a magyarsággal szemben lépnek föl. Batthyányék számára elsődlegesen fontosságú volt, hogy a külhonban lévő magyar katonákat minél előbb hazahozassák, akik a császári királyi hadseregben szolgáltak. Ez Bécs csak nagyon gyatra módon teljesítette. Ebből adódóan Batthyány kénytelen volt a 22. törvénycikk bázisán megszervezni az első 10 honvéd zászlóját. Ez 1848. májusán a derekán következik be. Ekkor indul meg az első honvéd zászlójak szervezése, és a délvidéki kis háborúban ezek a honvéd zászlójak már bizonyíthatják rátermettségüket. Többek között itt meg kell említenünk a szegedi 3. fehértollas honvéd zászlóját, vagy éppenséggel a kassai 9. honvéd vörösipkás zászlóinak a katonáit. Aztán a horvát lázadás, amelyet ugye Jelasics horvát bán vezetett, odáig jutott, hogy nyílt kenyértörésre került a sor. Jelasics horvát bán volt a birodalom utolsó reménysége, ahogy Zsófia főhercegnő is nevezte, és 1848. szeptember 11-én a csapataival át kell a Dráván, hogy bevonuljon Pest-Budára és szétkergesse a Magyar Országgyűlést, illetőleg akkor már ügyvezető miniszterelnökként teljesítő Batthyányit is elkergesse a miniszterelnöki székből. Ekkor már Kossuth kerül előtérbe, 1848. július 11-én az ő javaslatára szavazzák meg 200 ezer újoncnak a kiállítását, illetve a hozzájuk szükséges 42 millió forintnak az előteremtését. 1848. szeptemberétől kezdődik meg a magyar önvédelmi háború. Az egyik legfontosabb mérföldköve szeptember 29-e a Pákozdi csata, amikor Jelasics horvát bánnak a csapatait sikerül megállítanunk Pákozd Sukoró térségében. Jelasics kitakarodik az ország területéről, a magyar csapatok követik, azonban a határnál megállnak, és amikor kitör az újabb bécsi forradalom 1848. október 6-án, a magyar csapatok már késve kelnek át a Lajtán, és 1848. októberének végén Svehátnál vereséget szenvednek. Ezt követően Bécs, miután leverte a császárvárosban a forradalmat, a magyar szabadságküzdelem ellenében próbálja meg a csapatait mozgósítani, Windischgrätz herceg tábornagy
a császári királyi főhadparancsnok 1848. decemberének végén, illetve második felében indulnak meg a császári inváziós csapatok, koncentrikus támadást indítanak Magyarország ellenében. Görgei honvéd tábornok feldunai hadserege Pozsony térségéből hátrál a fővárosok irányába, a felvidéken a tiszai hadseregnek a csapatai, akiket eredetileg Mészáros Lázár hadügyminiszter vezetett, 1849. szemújától Klapka György vezérkari ezredes vezeti, míg Erdélyben Bem József altábornagyot, a lengyel szabadságharc egyik kiváló tábornokát nevezik ki az erdélyi hadsereg idére. Magyarán szóval mindenhonnan nagy veszély fenyegeti a magyar szabadság küzdelmet. Az első jelentős sikereket Bem tábornok aratja Erdélyben, 1848. decemberének végén visszaveszi Kolozsvárt, majd 1849. márciusának végére Erdélyt megtisztítja a császári csapatoktól, beveszi Nagyszebent, és március 28-ára Erdély ismételten a magyar csapatok birtokába kerül. Külön meg kell említenünk a székely székek ellenállását, különösképpen három széknek a tevékeny ellenállását, és Gábor Áronnak a ténykedését, aki, hogyha nem lett volna ágyúöntő mestere a székelyeknek, és nem tudták volna a császári csapatokat feltartóztatni hosszú időn keresztül. A délvidéken is sokáig birkóznak a Rácz felkelőkkel a magyar csapatok, ott 1849. januárjának elején ürítik ki a délvidéket a magyar csapatok, és a központosító haditerv értelmében próbálnak a Tisza mögött gyülekezni, hogy ott próbálnak egy döntő összecsapást kicsikarni a császári csapatokkal szemben. A magyar fővárosok alatt 1848 végén, december 30-án perccel Mórnál ütközetet veszít a császári csapatokkal szemben, ekkor kiürítik a magyar fővárosokat, és Kossuthék, illetve a Honvédelmi Bizottmány Debrecenben üti föl főhadiszállását. Nagyváradon Lánel György, a későbbi iradi vértanúk egyike megteremti a magyar hadiparnak a fellegvárát, tehát innentől kezdve tudják a honvéd csapatokat fegyverrel, lőszerrel és megfelelő ruházattal ellátni. Görgei a központosító haditerv értelmében egy oldalazó hadmozdulattal a magyar bányavárosok felé csalja Windisgates tábornak csapatainak a zömét, és ezzel megakadályozza azt, hogy a Tiszántúlra átkeljenek a császári csapatok. Tehát ennek köszönhető az, hogy Windisgates nem tud egyenesen Debrecen irányába haladni. Aztán 1849. februárjára gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a honvéd hadsereg egységesül, fölnő egy olyan tábornoki garnitúra, akik már képesek a korábban a császári királyi hadseregben szerzett katonai tapasztalataikat kamatoztatni, és ezáltal az egykori tanító mesterüket, a császári királyi hadsereget később a tavaszi hadjáratban több ütközetben és csatában megverni és kiűzni az ország területéről. A következő nagyon fontos mérföldkő 1849. február 26-a és 27-a a Kápolnai csata, amely döntetlennel zárul, ekkor az újdonsült fővezér Demmiszki Henrik altábornagy visszavonulót rendel el, azonban a tiszafüredi tisztizendülés elmozdítja a fővezérségnek az éléről, és aztán 1849. márciusának végére Görgei Artúr lesz az idegenes fővezér, a ő vezetésével indul meg 1849. április 2-án a dicsőséges tavaszi hadjárat, amely a magyar katonai géniusznak az egyik legszebb megnyilvánulása volt. Itt gyakorlatilag a 60 Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, illetve Komárom és Buda vára bevétele az, amely a magyar honvédseregnek a győzelmi mérföldköveit jelenti. Gyakorlatilag az európai kontinens legjobban kiképzett és felszerelt hadseregét, a császári hadsereget sikerül kiűzni a magyar főhadszintéről. Bemnek az erdélyi sikeréről már beszéltünk, ugyanez megtörténik a Bácskában is, tehát onnan is sikerül kiűzni a császári csapatokat. A magyar főhadszintéren Komárót fölmentik, és 1849. április 14-én az Olmützi oktroyált alkotmányra válaszul Kossuthék, Debrecenben megfosztják a Habsburg házat a magyar tróntól.
Azonban a magyar államberendezkedésről nem döntenek, Kossuth lesz az alkotmányozó nemzetgyűlés értelmében a kormányzó elnök, tehát ő az, aki intézi továbbiakban is az országnak a sorsát. 1849. május 21-én beveszik Budavárát a honvédek, azonban ezen a napon első Ferenc József, az ifjú osztrák uralkodó, aki ugye 1848. december 2-án 5. Ferdinánd helyett kerül a magyar trónra, illetőleg az osztrák császári trónra, első Miklós minden oroszok cájának a segítségét kéri Varsóba, és a fáma szerint letérdel előtte, és egy késcsókkal jelzi azt, hogy ilyetén módon szeretne segítséget kérni minden ország cárjától, aki nem is habozik, azonnal egy közel 250 000 fős kontingenst bocsát a császáriak rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már csak idő kérdése volt, hogy meddig tudja húzni a küzdelmet a magyar honvéd hadsereg. Utalnunk kell arra, hogy az európai status quo semmiféleképpen sem akarta azt, hogy Magyarország kiváljon a Habsburg Birodalom kötelékéből, és a Habsburg Birodalom összeomoljon itt a Duna-medencében. Ebből adódóan mind az angolok, mind pedig a franciák is elutasítólag nyilatkoztak a magyar függetlenségről, és azt lehet mondani, hogy zöldre váltott a lámpa, amikor kiderült azt, hogy a cári csapatok is megindulnak a magyar szabadság küzdelemnek a letiprására. De innentől kezdve az utolsó honvéd szuronyán, az utolsó huszár szabályán sokkal több múlott, mint Kossuth bármilyen lelkesítő, lánglelkű szózatán, és 1849 nyarán, júniusától kezdve indul meg a császári csapatoknak a támadása, újabb koncentrikus támadása Magyarország ellenében. 1849. július 2-án Hajnaú Tábor Szerdna csapataival, tehát a császári fősereggel ütközik meg Görgei Artúr honvédtábor nagy feldunai hadserege Komárom előterében, azonban ekkor súlyos sebesülés szenved el, nem tud eleget tenni azon parancsnak, hogy a déli koncentrációnak eleget téve levezesse a csapatait a magyar fővárosokon keresztül Szeged térségébe. Napokon keresztül ott tébából a magyar fűerő, Klapka még egy csatát vállal a császáriakkal szemben, ez a július 11-i harmadik komáromi csata, azonban nem sikerül áttörni a császáriaknak az állásait, és végül Görgei a Dunának a bal partján Vác érintésével indul meg az összpontosítási terület felé. Görgei, amikor megérkezik Arad térségébe, de 1849. augusztus 9-én Temesvárnál vállal végül is egy döntő összecsapás Dembinszky, ekkor a csata kellős közepette váltja föl Bem József a tábornagy a fővezéri tisztségben, azonban Dembinszky elfelejti arról tudósítani, hogy a magyar lőszer utánpótlás már Lugos felé visszaküldte, ami azt jelentett, hogy voltak éppen kifogyott a magyar tüzérségnek a lőszere, hatalmas pánik lett úr rá a magyar csapatokon, Bem leesett a lováról, eltörte a kúszcsontját, és így, mint oldott kéve, széthullott a magyar fősereg. Görgei miután jelezte azt Kossuthnak, Kossuth kormányzó elnöknek, hogyha Temesvárnál csatát veszítünk, akkor kénytelen lesz letenni a fegyvert, mert nincsen más idea, nem tud más megoldást találni. Kossuth 1849. augusztus 11-én Aradon lemond a kormányzó elnöki tisztségről, és Görgei teljhatalommal ruházza föl, tehát ő lesz katona és polgári diktátorként élet és halál ura, amíg meglévő magyar területek fölött. Egy pillanat erejéig még térünk vissza az erdélyi hadszíntére, ott 1849. június 19-én, 20-án a Tömösi Szoroson törnek be a cári, illetve aztán később a császári csapatok, azonban Bem olyan ügyes taktikai játékos, hogy szinte minden kisebb-nagyobb településen vannak neki erői. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azt sem tudják a cári és a császári csapatok, hogy amikor egy-egy a város mellett megverik Bemnek az ott lévő katonasságát, hogy voltak éppen Bemnek hol tartózkodnak a főerői, így állandóan vissza kell, hogy vonuljanak az utánpótlási bázisaik felé, mert Bem állandóan ezeket veszélyezteti, sőt módvába is betör 1849. júliusának végén. Így azt mondhatjuk, hogy Bem kiválóan megállt a helyét, hiszen egészen addig, amíg a főhadszíntéren zajlanak az események, addig megakadályozta azt, hogy az Erdélyben operáló cári és császári csapatok kiussanak a magyar főhadszíntére. Külön meg kell említenünk még a világos, illetve szőlősi fegyveretétel előtt Komáromnak a kérdését is. Komáromban maradt Klapka György honvéd tábornok, a második és a nyolcadik hadtestetnek az érén,
És ő 1849. augusztusának elején egy nagyszabású kitörést hajt végre, amelynek eredményeképpen megzavarja a császári csapatoknak az utánpótlási vonalait, azonban érdemben már nem tudja befolyásolni a főhadszíntérnek az eseményeit, hiába küld futárt Kossuth és Görgei után, már csak a fegyverletételt, tehát a világosi fegyverletételt követően jut azt tudomására a Görgeinek, hogy milyen sikereket élt el Klapka Honvéd tábornok. 1849. augusztus 13-án a szőlősi síkon teszi le a magyar feldunai hadsereg a fegyvert, a cári csapatok előtt. Görgei Artúr honvéd tábornok ezzel voltak éppen azt akarta jelezni, hogy a magyar szabadság küzdelmet nem a császári királyi hadsereg gyűrte le, hanem ehhez egy másik európai nagyhatalom, a cári hadseregnek a beavatkozása is szükséges volt. Ez értető módon rettenetesen felbőszítette Julius Jakob von Hajnau táborszernagyot, a magyarországi császári főhadparancsnokot, aki 1849. május 30-ától volt a magyarországi császári királyi csapatoknak a főhadparancsnoka. Ő volt az, aki, mint egykori brescia hiéna, a véres megtorlást helyezett kilátásba, minden császári tisztet hadbíróság elé akart állítani, aki 1848 előtt a császári hadsereg kötelékében szolgálatot teljesített, megindulnak a rögtön ítélő bíróságoknak az ítélet gyártásai, ebből adódóan ugye 1849. augusztusától kezdve sorra másra születnek a város ítéletek. Elsőként 1849. június 5-én a pozsonyi Szamárhegyen akasztatja föl Báró Medgyászki László őrnagyot és Gruber Fülöp tüzérszázadost, akik a lipótváradi erőd őrségében teljesítettek szolgálatot, és 1849. február 2-án tették le a fegyvert a császári ostrom sereg előtt. Aztán 1849. október 6-án Latour kivégzésének az egyéves évfordulóján ugye Aradon a magyar szabadsághoz katonai vezetőit végezteti ki, ugye egy altábornagyot, egy ezredest, illetőleg 11 honvéd tábornokot végeztet ki, a négyen Por és Golyó általi halált szenvednek, még 9 honvéd tábornokot a Zsigmondházi réten az aradi erődrendszer mellett akasztat föl. Ezen a napon az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajos pedig a pesti újépületnek az udvarán végezteti ki a császári megtorló gépezet. De rajtuk kívül még nagyon sok emberre lesújt a császári megtorlás. Körülbelül 120 embert végeznek ki, 40-50 ezer főre tehető azon egykori honvédeknek és honvédtisztáknak a száma, akiket a császári hadseregbe kényszersorozás útján soroznak be, és több évvel később 1850-51 tájékán térhetnek haza. 1600 esetben súlyos várfogságot kapnak az elítéltek, és kb. 600 főt ítélnek még halálra, akiket aztán több évi várfogsággal sújtanak. Még egy nagyon fontos büntetési elemet meg kell említenünk, az pedig a Kossuth bankónak az ellenszolgáltatás nélküli beváltása volt, ami azt jelentette, hogy be kellett szolgáltatni a Kossuth bankót, ezért semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesültek, így több mint 60 millió forint volt az, amelyet nem csak a magyar parasztoktól, a magyar polgáraktól és a nemesektől szedtek be, hanem azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom összességét sújtották ezzel a kollektív jellegű büntetéssel. Legutoljára Komárom erődje tartott ki, előzőleg a péterváradi erőd 1849. szeptemberének elején adja meg magát, és 1849. október 2. és október 4-e között a komáromi erőd kapitulál. Október 4-én Klapka György honvéd tábornok az, aki megfelelő ellenszolgáltatásért cserébe, tehát magyarán szólva a védősereg amnesztiájáért és 500 ezer forint értékben Kossuth bankó beváltásáért cserébe föladja ezt az igen erős erődrendszert, amelyet, hogyha meg kellett volna tartani, akkor bizony sokáig kellett volna ostromolniuk a császári királyi csapatoknak, illetőleg a cári csapatoknak. Tehát dióhéjban ennyit lehet elmondani 1848-49 történéseiről. Nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy 1848-49-et, ha bár elveszítettük, tehát a magyar szabadság küzdelmet, ugye a két legerősebb európai katonai nagyhatalom, a császári és a cári hadsereg gyűrte le,
azonban a magyar polgári vívmányokat nem sikerült semmissé nyilvánítani, és ha bár ezután következik a passzív ellenállás időszaka, 1866-ra mégiscsak beírik a passzív ellenállásnak a gyümölcs, illetőleg olyatén módon változnak mind a belpolitikai, mind pedig a külpolitikai konstellációk, hogy 1867-ben, miután a Habsburg Birodalom sorozatos katonai veszteségeket, vereségeket szenved el Észak-Itáliában, illetőleg Poroszországgal szemben, 1867-ben az uralkodó első Ferenc József mégiscsak kénytelen kiegyezni a magyar nemzet, és ezt követően megkoronázzák őt, mint magyar koronás uralkodót. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!